Sziasztok, Marci vagyok, és ez itt most egy ilyen rendhagyó videó, mivel nem játékban vagyok, hanem itt mondjuk most pont a Minecraft.net-en, és amúgy is az interneten belül. Ez a videó csak is azért fog megtörténni, mivel jött felém kettő, ha jól számom, kettő, meg ha jól emlékszek is. Mondjuk a kettőt azt nem nagyon lehetett érteni. Igen, fogjuk rá egy kettő kérés, hogy hogyan is lehet szervert csinálni. Mondtam, hogy hát sok videót találtam erről a témáról a YouTube-on, de azt mondták, hogy nem működik, így most megpróbálom, hogy avval a módszerrel, ahogy én csinálom, működni fog. Mielőtt magát a videót elkezdeném, tisztázzuk, hogy nekem Windows XP-n van. Szóval néhány funkció nem ugyanaz lesz, de az miért talán egyelőre. Először is, ahhoz, hogy szervert akarjatok, kell ugyebár ilyen szerverfuttató fájl. Ezt a fájlt letölthetitek a Minecraft.net-ről, illetve a bucket.org-ről. Ezt a bucketos szervert akkor töltsétek le, hogyha valamilyen modot szeretnétek betenni a szerverre. Én most csak sima szervert akarok futtatni, szóval maradok a Minecraft.net-es megoldásnál. Itt van ez a download fül, ami nekem most gyorsan be is tölt, és itt a multiplayer szervernél kiválasztatjátok a Minecraft.exe-t és a Minecraft server chart. Nekem le van töltve, de amúgy én a szervert töltöttem le, azt rátok bízom, hogy melyiket csináljátok. Itt található nekem ez a Minecraft server. Csinálunk egy új mappát, amint engedi a számítógépem. Mondom, amint engedi, jó. Azért kicsit gyorsabb, mert már nem tudom, mi van már a látványos vösít a vírusírtó. De mindegy. De azért most itt elsülhetne. Így. Egy új mappát, szlovák, szóval mindegy. Szerver néven elmentjük. Jó, nem akarom megnézni. Habár de. Ezt a Minecraft szervert ide belehúzom. Mondom, belehúzom. Csak egerem ott valamiért most ugrál. Nem tudom, miért ugrál az egerem, mindegy. Jó. Most ha elvileg belehúzom, akkor benne lesz, és megint... Igen, itt van. Oké. Ezt a szervert most elindítom. Igazából csak dupla klikre. Egy ideig el fog tartani, főleg az én esetemben. Most mi bajod van? Ha. Ne vicceljél velem, kedves szerver. Jó, pillanat, elindítom, aztán jövök vissza. Oké, itt található előttem az elindított fájl, illetve a mappában rengeteg ilyen különböző fájlt még legenerál magának. És a Unreal csinálja éppen a Word-ben. Jó, ezt hagyjuk, hogy végig lemenjen. Most tart 40, már majd nem 50%-nál, 45-nél. Maga az a szerverhez, amíg ezt legenerálja, ezt megbeszéljük, maga az a szerverhez, szerver futtatásához viszonylag erős gép kell, főleg akkor, hogyha játszani is akarsz rajta. Található egy olyan oldal az interneten, hogy canihostaminecraftserver.com. Ez is lent lesz a leírásban, mint a különböző letöltési linkek. Ide beírod az internetes sebességét, ami nálam megfelelő, mert a kapcsolódás 150 MB per szekundum. Illetve be kell írnod a feltöltési sebességet, letöltési sebességet, ami nálam szintén elég jó. És a RAM-ot, RAM-os a géped igazából. Jó, hogyha ezt itt legenerálta, akkor beírjuk azt, hogy stop. Így állítjuk le magát a szervert, mert ha csak simán kékszeljük,
akkor nem menti el a változtatásokat a mappon, és ha például egy jó nagy épületet építünk, és restartolnunk kell a gépet, esetleg, akkor az a map az úgy elszáll a semmibe. Szóval az ne. Hogy így mondjam. Jó, ez is igazából felvétel közben egy kicsit laggol, szóval leállítom meg én, míg elmenti, aztán jövök vissza. Oké, ebben meg is lennénk. Itt van maga a server file, illetve még rengeteg file. Köztük a map is, az a Word dolog. Megnyitom ezt a server properties file-t. Hogyha rámegyek, akkor látom, hogy server properties. Ismételt leállítás következik. Mondjuk mire leállítottam, eddigre mégis jelent lényegtelen. Jó, itt nem sok dolgot kell beállítani. Mondjuk na, végig megyünk rajta olyan fontosabb dolgok. Ez a Allow Nether. Ez az, hogy legyen-e Nether vagy ne legyen. Az True az a legyen, a False meg a ne legyen. True alapértelmezett. A Level Name az a Word. Ez az, hogy mi legyen a map neve, amit használjon a szerver. Jó, ez lényegtelen, az lényegtelen szerver portja. Ez alapértelmezett 2.5.5.6.5. Ezt is átírhatjuk igazából. Level type default. Ezt átírhatjuk flatre. Igen, végül csak flatre. Ja, meg large biome-ra is ezt a defaultot. A level seedbe beírhatunk egy bármilyen seedet, amit ismerünk. Most például 1.5.1-es verzió van, szóval 1.5-ből 1.5.1-es seed verziót kell beírnunk, hogy működjön. Server IP, erre majd később kitérek. Max build height, hogy milyen magasra legyen a max, hogy milyen magasra építhetünk. Spawn NPC-s legyenek NPC-k. Whitelist, hogy legyen whitelist vagy ne legyen. Hogy legyenek állatok vagy ne legyen. Hardcore legyen a server vagy ne. Egy ajánlott texture pack, amit ha kiválasztunk, akkor megkéri, mikor rámész a szerverre, töltsd ezt és ezt le. A egyik legfontosabb ez a sor itt, hogy online mod true. Hogyha true van, akkor csak az eredeti Minecraftosok járnak föl. Hogyha ezt átírjuk false-ra, amit most én is megteszek, false, akkor már följárnak a tört Minecraftosok is. PvP engedélyezése legyen, persze legyen. Elnézést, egy kicsit feltörköm. A nehézségi szint az 1-es, az a easy, game mode 0 survival, max players, hogy a maximum 20-an jártnak föl, de ezt bármennyire átírhatjuk, igazából most átírom 1-re, akkor csak én magam jöttek föl, átírom 5-re mondjuk. Legyenek-e szörnyek? Legyenek. Látó távolság az a optimális, az a 4, de olyan 3, 2 és 3 között legyen, azt ajánlom. És ez a sor itt, hogy modet egyenlő a Minecraft server, ezt átállítjuk például, hogy jót írtam. Serverre, akkor ezt fogja kiírni oda a szerverhez. Jó, elmentem ezt a fájlt. Egyelőre csak lehúzom. És igazából megint csak elindítom, az nem lesz benne, hogy elmentse, és rögtön jövök. Oké, igazából ez is meg lenne, elmentette magát a fájlt, illetve itt van nekem ez a server properties dolog egyelőre. Ahhoz, hogy csatlakozni tudjanak a játékosok hozzánk, a gépünkhöz, értitek? Ahhoz kell egy vagy egy virtuális LAN program, amilyen Hamachi, Tangle, stb. Többet most nem tudok felsorolni. Mondjuk még egyet is, meg csak nem tudom most a nevét. Lényegtelen.
Elnézést, nem tudom, hogy a torkom macsa nagyon fáj, legyen. Na, igaz, végülis mindegy. Azért beszélgetni tudok. Vagy meg lehet oldani, úgyhogy felengedjük a portot, stb. De a hamacsi az szerintem... Na, nem azt mondom, hogy jobb, könnyebb megoldás. Jó, itt van néhány dolog, néhány szerverem, amit már csináltam, de itt van az a Morse 123, ezt most készítettem a magából a felvétel céljára. De csinálok egy másikat. Nem a csatlak... Ja igen. Új hálózat létrehozása, akkor csinálunk egyet. Mondjuk legyen Marci 1, 2, 3, 4 jelszónak, meg bármit igazából beírhatunk, ASDF. ASDF. Jó, létrehozzuk. És egy kis idő múlva. Igen. Itt található ez a ilyen, na, mi a neve? Ilyen hálózat, amihez csatlakozhatnak a többi játékosok, és hogy hogyan csatlakozhatnak, szintén a hálózat menüpont, csatlakozás meglévő hálózathoz. Itt beírod a hálózati azonosítót, ami most esetemben 1, 2, 3, 4, és ez pedig a SDF. Jó, így csatlakozhattok. Ön már tulajdonosaiban tökélnek ennek a hálózatnak, az most lényegtelen. Így nem tudok saját magamhoz csatlakozni, persze. Ez csak a többi játékosnak való, akik csatlakozni akarnak hozzánk. Ja, és itt azt írja, hogy hagyja üresen, ha nem ismeri elszót, az hülyeség, mert úgyis kérni fogja. Látja, elindítom. Hálózati kapcsolat, hogy jelszőre van szükség, szóval az ott fölösleges az a menüpontot. Jó, törölni is lehet, hálózat törlése, törlöm is gyorsan. Oké, az egyetlen fontos dolog itt a Hamachiba, na egyetlen az nem igaz, de egyik fontos dolog az ez az IP cím itt, amire rámegyünk, cím másolása, akkor kimásolja nekünk a címet. Ez egyedi cím, szóval senki másnak nem ez. Ha a Hamachis a szerverünk, akkor itt a szerver IP-hez csak simán be kell illeszteni. Semmi szókos, semmi. Elmentem gyorsan. Jó, kikapcsolom, Hamachit lehúzom. Megint elindítom a szervert, és áttérek Fraps-re. És abba fogom mostantól venni, hogy hogy is igazából működik a szerver, vagy nem. Rögtön jövök. Nos, újra itt vagyok a Minecraft-ban, és azon csodálkozok, hogy van FPS-em, miközben fut a szerver. Itt láthatjátok kiírás Marci Minecraft szervere. Ide elvileg most fel is tudom menni. Gyakorlatilag nem tudom, mi lesz belőle. Majd adjunk annál, hogy elvileg. Az egy kicsit azért rizikós, hogy a saját szerverre akarunk fölmenni, saját gépről felvétel közben. De van 7, 8, 6, 5, 7, sok 3, 0 FPS-em. Jó, egy pillanatra elállítottam. Itt a Minecraft szerverben, ahol írtam be azt, hogy stop, ott most adok magamnak game módot, meg pedig úgy, hogy game mode szokásos, de itt nem kell per. És egy, és Marci. És elvileg kaptam, igen, gyakorlatilag is kaptam game módot. Pluginokat azt nem mutatom meg, hogyan kell betenni, mert gondolom azt azért nagyjából tudjátok. Aztán látok, tévedek. Jó, igazából nagyon segíteni azon nem tudok, hogy legyen több FPS-em, de ez csak ilyen próba akart úgy is lenni, hogy működik-e. Na, mondjuk gépem is tud generálni jókat. Ez mi? De komolyan, ez mi? Hát még életemben nem láttam. Úristen. Az oké, hogy vannak levegőszigetek, de...
No. Ne. Azért ennyire ne. Még ha Minecraft így szeretlek, de akkor is. Mondjuk erre mondhatnám azt, hogy gépem így szeretlek. No, de eltértünk most nagyon a Minecraft-szerver témától. Látjátok, működik. Mit hattam volna még ki? Ja, talán azt, hogy... sőt, az egyik legfontosabb dolog, de azt most nem tudtam megmutatni. Mert akkor kaptok hozzáférést a számítógépemhez, amit nem nagyon akarnák. Mégpedig ez a dolog az lenne, hogy tűzfalat ki kell kapcsolni. Hogyha nem kapcsolod ki, akkor nem tudnak csatlakozni más játékosok. Illetve, hogyha Windows 8-asod van, nem 7-es, Windows 8-asod van. Mondjuk lehet Windows 7-esen is működik. Azon még nem próbáltam, 8-ason már próbáltam. Na, hogyha Windows 7-esed van, vagy 8-asod, akkor elég csak áttengedni a tűzfalon a javát. Már akkor is tudnak csatlakozni. De hogyha csak sima, mi az, sima XP-d van, vagy Vista-d, mondjuk Vista nem is lehet szervert futtatni. Szóval, hogyha XP-d van, akkor ki kell kapcsolni tisztára a tűzfalat. Okay, szerintem mindent elmondtam. Jó, ez úgy néha megesik. Igazából nem tudom, mi a baj. Aha, end of stream-et ír ki. De vissza is jött. Jó, ez a videó akkor ennyi lett volna mára. Köszönöm, hogy megnéztétek, hogy ha valami nem sikerül, írjatok alulra kommentet. Sziasztok!